Saludos vaqueros, szevasztok! Beszéljünk egy kicsit a lovakról, ahogy Széchenyi apánk mondaná. Időről időre belefutok a különböző fórumokon olyan vitákba, hogy melyik a legjobb ló a játékban. Nos, nem könnyű a válasz, de tartsatok velem, és járjunk a végére együtt. A Red Dead világában a lovak egy huszárló, vagy egy mai kifejezést használva egy kaszkadőrló képességeivel rendelkeznek. Nyilván muszáj volt így megcsinálni őket, különben a játék nagyjából játszhatatlan lenne. Ha minden ló ilyen lenne a valóságban, annak a lovas emberek biztosan nagyon örülnének. Ha megpróbálnál elsütni egy pisztolyt egy képzetlen ló hátán, valószínűleg elég kellemetlen élményben lenne részed. No de vágjunk akkor bele. Vannak a játékban vadlovak. Ezeket el tudod kapni, be is tudod őket törni, el is mehetsz velük ahová akarsz, de nem tudsz rájuk nyerget rakni, vagyis soha nem lesz a tiéd. Amint kilépsz a játékból, a ló el fog tűnni. De ne aggódj! A játék legelején kapsz majd egy lovat. Javaslom, hogy ezt a lovat tartsd meg, amíg nincs pénzed álmaid lovára, mert amikor először lovat veszel, a régit, már ha még megvan, kukáznod kell. Ez a discard. Eladni sajnos nem lehet. A másik lehetőség, hogy veszel neki egy boxot, ha jól emlékszem, ez 100 dollár, és akkor tárolhatod az istállóban, ennek azonban folyamatos költség lesz később is, ez mondjuk nem vészes 75 cent lovanként. De mielőtt lóvásárlásra adod a fejed, érdemes leellenőrizni, hogy a ló, amit meg akarsz venni, hányadik szinten lesz elérhető. Ugyanígy a nyereg és a nyereg táska. Ezek sajnos mind szintekhez vannak kötve. Szóval kiválasztottad a lovat. Ha van promóció, érdemes lehet azt felhasználni. Nem csak hogy olcsón, hanem egyenesen ingyen kaphatsz lovat. Ezt itt legfelül fogod látni. Vannak időhöz kötött promóciók, hogy mondjuk egy hétig használhatod fel, és vannak olyanok is, amik sosem járnak le. Ahogy látod, én például tele vagyok velük, de hát így 300-as szint fölött, hát köszi Rockstar, csak tedd a többi közé. A lovad neme egyéni preferencia kérdése, semmilyen egyéb tulajdonságát nem fogja befolyásolni. Female, azaz kanca, vagy male, vagyis csődör. Adsz neki valami vagány nevet, aztán mehet rá a nyereg, majd jöhet a nyereg táska. Minden lónak négy fő tulajdonsága van. A HP, azaz az életerő, a stamina, a kitartás, speed, a sebesség, és acceleration, hát gyorsulás, de én inkább fordítanám ezt dinamikának vagy robbanékonyságnak. Érdekesség, hogy mind a cowboyok, mind a vakérok előnybe részesítették az egyszínű lovakat, mint a pej, a sárga vagy a fekete, mert azt gondolták, hogy a tarka lovak nem annyira jók a tereléshez. No de vissza a vásárláshoz. Ha megvan a ló, kell rá nyereg is. Itt is figyeld a promóciókat, mert lehet ezek között olyan is, hogy ingyen alapnyereg. A jobb nyergek jóval drágábbak, némelyikért arannyal kell fizetned. A jobb nyereg és a jobb kengyel arra jó, hogy a lovat kevésbé fárad és tovább, valamint gyorsabban képes vágtázni, de erre pontra mindjárt visszatérek. Kétféleképp választhatsz nyerget. Szimpátia alapján, vagyis egyszerűen megveszed, amelyik tetszik, én például ebbe a kategóriába tartozom, és statisztikai értékek alapján. Hogy ne bonyolítsuk túl, mindig az a jobb nyereg, amelyiknél magasabbak a számok. Az alapnyergeknél csak 3 értéket láthatsz, de az elit nyergeknek 4 értékük van. Maga a nyereg, illetve a kengyel fontosabb, mint maga a ló, majd mindjárt meglátod, miért mondom ezt. A nyereg táskán tárolod a ruháidat, helyesebben a kinézeteidet, amelyeket a wardrobe-ban előzőleg elmentettél és rátettél a lovadra. Az alapnyereg táskán 3 kinézetet tudsz tárolni, az improved-on 5-öt, és végül a legdrágább a kollektor táskán 7-et. Személyre szabhatod a lovat kinézetét is, megváltoztathatod a stílusát a sörényének és a farkának, valamint a színét is, illetve rakhatsz rá lótakarót, itt választhatod ki a kengyelt, de van még itt nyereggomb, maszk, világítás, meg az ördög tudja még mi. A kengyelt kivéve ezek mind csak kozmetikai dolgok, és ezeken később is változtathatsz. A Horse Insurance, magyarul lóbiztosítás, semmit sem csinál. Ha a lovad elpusztul, akkor az istállóban megint hozzájuthatsz, akár van biztosításod, akár nincs. Ha mondjuk ez a préri közepén történik és nincs Horse Reviver, hát az szívás. Ha ilyenkor van tartalék lovad az istállóban felnyergelve, itt van egy nagy felkiáltójel, tehát még egyszer felnyergelve, akkor azt előhívhatod. Ha nincs, nos, úgy megismerkedhetsz majd Scranny Neggel, szabad fordításba Göthös Gebével, ő siet majd a segítségedre, ha ló nélkül maradnál. Ami még fontos, hogy vegyél kefét, mert ezzel csutakolod le a lovad. Ha a lovad koszos, gyorsabban merülnek a HP és a stamina értékei. Kajára, Horse Reviverre meg Horse Medicine-re ne költs. A Fosztogassunk videómból megtudhatod, hogyan juthatsz ezekhez hozzá ingyen.
A Horse Reviverrel felhúzhatod a lovat, ha súlyosan megsérül, például egy tűzharcban, vagy ha leesik egy szikláról. Horse Reviverrel nem csak a saját, de más játékosok lovát is felhúzhatod. Lótonikok. A Horse Medicine-nel a lovat HP-ját töltöd fel 100%-ra, plusz ilyenkor extra sebesülés bónuszt is kap. A Horse Stimulant a stamináját húzza fel 100%-ra. Ezek az értékek nagyjából 30 másodperctől 6 percig tarthatnak, függően attól, hogy hányos szintű volt a tonik, illetve az aktuális körülményektől. Ha folyamatosan lövik a lovat, nyilván hamarabb múlik el a hatás, mintha csak baktatsz vele a prérin. Amikor mindent ráraktál, ami kell, nyomnod kell egy F billentyűt, Activate Horse, és azzal aktív lesz a lovad. A Red Dead világában a lovad lesz a társad, vele fogod bejárni a világot, és a legtöbb kalandot vele fogod átélni. Gondoskodnod kell a társadról, etetned kell és csutakolnod, valamint néha meg is szeretgetheted, épp úgy, ahogy egy igazi vakíró tenni. Közted és a lovad között kialakul majd egy kötődés, vagy ha úgy tetszik, barátság. Ezt hívja a játék bondingnak. Ennek 4 szintje van, és minden szinttel növekszik majd a lovat HP-je és staminája, valamint új manőverekre is képes lesz. Például felágaskodik, oldalaz, vagy teljes vágtából csúszva megáll. Ezt a western lovaglásban sliding stopnak hívják. Illetve ebből fordul. A bonding szintek hasonlóak az XP szinthez. Minél többet foglalkozol a lovaddal, annál több bonding pontot kapsz. Ergo, annál gyorsabban éred el a legmagasabb, a 4. szintet. Eltérőek a vélemények az ügyben, hogy hogyan lehet bonding pontot kapni a lehető leggyorsabban. Van, aki arra esküszik, hogy vezetgetni kell a lovat, de szerintem van ennél gyorsabb is. Egy simogatás, egy csutakolás, egy simogatás, egy utalomfalat, és egy újabb simogatás. Hagyj ki kb. 3-5 másodpercet a különböző interakciók között. Ha elérted a maximum, vagyis a 4. szintet, akkor onnantól már nem kell olyan sokat foglalkoznod a lovaddal. Etetned persze ezután is kell, illetve csutakolni is érdemes, és persze senki sem tiltja meg, hogy megsimogasd. A különböző lovaknak különbözőek az értékei. Az egyik gyorsabban fut, a másiknak sokkal nagyobb a HP-je vagy a staminája. A Rockstar külön kategóriákba szedte a lovakat. Working, Superior, War, de valójában ezeknek nincs jelentősége. Az egyes lófajtákon belül általában van egy vagy több alapló, egy vagy két közepes és egy elit. Az utóbbinak általában jóval jobbak az értékei, mint az alapnak, de sokkal többe is kerül, illetve magasabb szint kell a feloldásukhoz. Az előbb ígértem, hogy visszatérünk a vágtához és a sebességhez. Nézzünk meg egy Rhodes Valentine futamot, hogy kiderüljön, mi a különbség a legjobb és a legrosszabb ló között. Igen, tudom, az arab telivértől statisztikailag van gyorsabb, mármint a játékban, valójában viszont nincs. Ha nem hiszed, teszteld le magad. Mindkét lovat megetettem és lecsutakoltam a futam előtt, csak a nyereg ugyanaz rajtuk. Tudtátok, hogy az arab telivér a legrégebbi kultúrló? Több mint 2000 éve létező lófajta. A mai kultúrlovak kitenyésztése 2-300 éve kezdődött, és a 90%-uk rendelkezik arab génekkel. Mi magyarok is rendelkezünk egy arab fajtával, ez a ságja arab, ami eredetileg katonalónak lett kitenyésztve. Mára pedig egy világszinten elismert magyar lófajta. Ha már megvan a 4-es bonding, miután vágtába ugrattad a lovad, nyomj egy G-t. Alap esetben ezzel simogatod meg, de ez vágtában csak amolyan interakció. Ha nagyjából 15 másodpercenként lenyomod a G-t teljes vágtában, akkor a lovad staminája megint visszaugrik maximumra. Gyakorlatilag végtelen ideig tudsz vele vágtázni. Fontos, hogy gyenge vagy átlagos nyergeknél a stamina sokkal gyorsabban merül és nem is megy vissza 100%-ra. Valamennyit azokkal is visszatölt, de lényegében folyamatosan fogy. A lovat staminája csak teljes vágtában merül, ha csak könnyedén vágtázol vele, akármeddig mehetsz stamina vesztés nélkül. És akkor íme a verseny eredménye, 6 másodperc különbség. Nos, ez alapján döntsd el te, mennyire fontos a ló sebessége. Hát szerintem semennyire. Az arab telivér statisztikailag pontosan 2-szer olyan gyors, mint a Tennessee Walker. Egyszerű matekkal ez azt kéne, hogy jelentse, hogy fele annyi idő alatt futja le a távot. Ami fontos lehet, amikor lovat választasz,
az a HP, hiszen ez minél nagyobb, annál több sebesülést képes elviselni a lovad, az összes többi értéke lényegtelen. Ugyanakkor bármilyen magas is a lovat HP-je, nem tanácsolom, hogy lóhátról menj bele a tűzharcba. Ha tudod, hogy balhé lesz, küld el a lovad. Ha mellette állsz és nyomsz egy jobb gombot, majd egy F billentyűt, flee, akkor a lovad elfut. Aztán csak fütyülj neki, ha majd újra szükséged lesz rá. Ez alap gombkiosztásban a H. Ezt persze nem mindig teheted meg. Például, ha csinálod a Bounty Hunter-t, és főleg a Legendary Bounty-kat, ott sokszor muszáj lesz lóhátról lövöldözni. Ilyenkor érdemes egy Horse Medicine-t benyomni a lovadnak, hogy jobban bírja a golyókat. Már persze, ha erre van lehetőséged. Fejvadász lónak érdemes olyan lovat választani, aminek jó magas a HP-ja alapból. Majdnem minden lófajtának van egy elit típus, ahogy már mondtam, amelyik jóval drágább is, mint a többi, viszont magasabb a HP-je. Na nézzük meg néhány ilyen lovat. A turkomán, vagy igazi nevén az ahalteke, Türkmenisztán nemzeti lova. Némely forrás azt állítja, hogy az ős magyar nemesség is ilyen vagy ehhez nagyon hasonló lovakkal rendelkezett. Akárhogy is, királyaink például Szent László 1077-ben betiltotta a szarvasmarha, illetve a ló exportot. Kálmán király 1100-ban engedélyezte a tehenek eladását külföldre, de lovat továbbra sem lehetett kivinni. Ez a tilalom egészen a 15. századig fennállt. Hát gondolom nem véletlenül. A turkomán egy gyönyörű szép ló és elég drága. 56. szinten lesz elérhető, 100%-os HP a 4. bonding szinten. Az andalúz. Mióta tolom az online, kicsit több mint egy éve, talán ha egyszer találkoztam olyan játékossal, aki ezt a lovat választotta, pedig az egyik legjobb ló. Nem is annyira drága, mint a többi. Színekben is igazi különlegesség. Még a legolcsóbb is 70%-os HP-val rendelkezik. Ez 36. szinten lesz elérhető. A Breton. Ha nem zavar, hogy egy igás lovon rovod a prérit, akkor ez is egy jó választás. Ezeket a lovakat egyébként a mezőgazdaságban használják, kocsi vontatásra és egyéb munkákra. Itt a játékban ez a ló a Bounty Hunter szakmával érkezett, azon belül tudod majd feloldani. A Rockstar szerint ez a hivatalos fejvadász ló. Nos, oké. Ez a ló is 70, illetve 100%-os HP-val rendelkezik. A fekete arab telivér. A nagy klasszikus. 40 aranyat kell érte kiköhögnöd. Ha nem zavar, hogy hát legalábbis itt a játékban egy kicsit kicsire sikerült, akkor szintén kiváló választás. 90%-os HP, nagyon dinamikus mozgás. Ezt a lovat egy kicsit könnyebb irányítani, mint a többit. Ez 70. szinten lesz elérhető. A Mustang. Szintén egy alábecsült fajta a játékban. A 4. Outlaw Pass-szel kaptunk még plusz 3 szint. Nem túl drága, és 80, illetve 100%-os HP-val rendelkezik. Szintén egy nagyon jó kis dinamikus ló. 27. szinten kaphatod meg. A Gypsy Cub. Ír-angol fuvaros ló. Hát történelmileg... ezt inkább ne is feszegessük. Van egy olyan érzésem, hogy ez a ló a csajok miatt került be a játékba, ami persze tök oké. A HP-je elég magas, 80-90%-os. Ez a ló a naturalista rollon belül lesz elérhető. Nem megyek végig az összes lovon, gondolom mostanra már levetted, mi a lényeg. Ha a kiszemelt ló alap HP-ja fél és háromnegyed közötti érték, akkor mire eléred a 4. bonding szintet, ez felmegy majd 80 vagy akár 100%-ra is. És hogy még jobban összezavarjalak, én személy szerint tojok rá, hogy mekkorák az értékek. Ha tetszik egy ló, akkor megveszem. Van egy régi lovas mondás, ami itt a Red Dead világában is érvényes. Nincs rossz ló, csak rossz lovas. Ragadozók, mint medve, farkas, aligátor közelében a lovad nyugtalan lesz. Ilyenkor tapadj rá a G-gombra, és próbáld meg megszüntetni a veszélyforrást a lehető leggyorsabban. Akár úgy, hogy elvágtatsz, akár úgy, hogy lelövöd őket. Ha túl sokáig maradsz a veszély közelében, a lovad le fog dobni. Ha ez egy medve mellett történik meg, nos az nem annyira kellemes. Ha párduc vagy puma támad rád, ne a G-t nyomd, mert a lovad így is úgy is ledob, hanem a shiftet, vagyis vágtass, amilyen gyorsan csak tudsz, aztán majd biztonságos távolságból küldesz egy fejest a cicának. Ha megijed a lovad mondjuk egy kígyótól, akkor ugyan nem fog ledobni, csak ideges lesz. Ilyenkor szintén a G-vel tudod megnyugtatni, ez olyan 10-15 másodpercig tart. Azonnal megnyugszik, viszont ha ilyenkor enni adsz neki. Erre kiváló a kocka cukor vagy a borsmenta, de bármi más is megteszi. A lovadon egy tetemet vagy nagyméretű állatbőrt tudsz tárolni, például medve, jávorszarvas, bölény, stb.
illetve végtelen számú közepes prémet, mint mondjuk őz, farkas, puma, stb. A nyereg egy-egy oldalára felrakhatsz egy kis állatot, például egy kacsát vagy egy nyulat, de egy oldalra csak egyet. Ha lelőtték a fejedről a kalapot, azt is itt tudod majd visszatenni, illetve lóhátról tudsz váltani a ruháid és a fegyvereid között is. Ahhoz, hogy lecsutakold a lovat, nem kell róla leszállnod, elég, ha csak lelassítasz. A lovad elvileg automatikusan átugorja az akadályokat. Hát elvileg. Ha az akadály előtt kétszer lenyomod a space-t, akkor biztosan. Amikor erdőben kell vágtatnod, ne irányítsd a lovat, csak hagyd, hogy menjen. Ilyenkor magától kikerüli a fákat. Ha kijelölsz egy útvonalat, majd hosszan lenyomod a V-t, akkor a lovad robotpilóta üzemmódba kapcsol és követi a kijelölt utat. A sebességét ilyenkor is változtathatod, valamint a C-vel a kamera nézetét is. Ha újra nyomsz egy V-t, akkor visszatérsz a normál nézetbe. Mit teszik a lovad? A játék elején, amíg csóró vagy, ne költs lókajára. Ahogy már mondtam, a Fosztogassunk videóban elmondom, hogyan kaphatod meg ezeket ingyen. De nem csak fosztogatással szerezhetsz kaját a lovadnak. A Red Dead világában bőven van kaja számára. A Wild Carrot vagy vadrépa szinte mindenhol rendelkezésre áll, például a Valentine előtti mezőn. Ahogy látod, elég csak közel menni az adott növényhez, és a lovat felszedi neked. A Parasol Mushroom, magyarul őzláb gombát szinte mindenhol megtalálod majd. Ezen kívül megeszik bármilyen gyümölcsöt, alma, körte, barack, málna, stb. Stb. A világ tele van velük. A Braithwaite Manorben legalább 10 szem almát szedhetsz fel 24 óránként. A lovad örülni fog neki. Ha az online mapen megnyitod a Random Encounters részt, majd rámész a Plants-re, akkor pontosan láthatod, hogy hol vannak ezek a növények. Ha már van pénzed a különböző pamfletekre, akkor craftolhatsz is mindenfélét a lovadnak. Különböző horse medicinek, aranykortadó, kaja, ilyesmik. Talán a craftolásról is csinálok majd egy külön videót. Ha érdekelne titeket ilyesmi, kérlek jelezzétek a komment szekcióban. Ha kedvetek lenne velünk, vagy velem játszani, vagy bármilyen kérdésetek lenne, ne habozzatok, keressetek meg Discordon, amely Tamás kiváló munkájának köszönhetően egy igazán nagyszerű hely lett. Ezúton is köszönöm neki. Jó játékot nektek, köszi, hogy megnéztétek a videót, hamarosan találkozunk, addig is, adiós vaqueros, szevasztok!